Hello and welcome to this JHGC webinar in association with March of the Living Hungary. We are so glad to have so many of you joining us here tonight. I am Dani Hofscher from the team here at the Johannesburg Holocaust and Genocide Centre, and we are very excited for what promises to be a brilliant webinar. We are going to take a few more moments just to let people in. We have a very large crowd, so we ask for your patience in the meantime. We'd love to know where everyone is joining us from. So if you'd like to write in the chat, let us know where you're coming from. I know we have a lot of people coming from South Africa as well as from Europe, and it's wonderful to see so many friends of the center here again. Our webinar, just so we all know, is being recorded. So if you don't want your beautiful face to show up, then please just turn off your video in the corner. We also ask that everyone please keep yourselves on mute. And if you have any questions to ask our esteemed panelists, please just write them in the chat and we will have a time for a Q&A at the end, which is wonderful. I see people are writing. We've got some wonderful people coming in from Johannesburg. Oh, Vicky Simmons, I hope I'm saying that right, from North Carolina. Barbara is in Durban. How's everyone's weather today? I know Johannesburg, it's windy out here. It's a bit windy, but we're doing pretty well. And it's so lovely to have so many wonderful people joining us. Again, we will start in just a few minutes. We will begin this webinar. And we have a wonderful people from Budapest coming in. Yes, this webinar, we will be tracing the history of the Holocaust in Budapest in what is a brilliant film that you will all get to see right now. And then a discussion with some of the key figures as part of this film and as part of the community. We are very, very excited to be participating in this. So I think we'll just wait one more moment. So if anyone hasn't grabbed some dinner, a cup of tea, make sure you've got that ready. And we will begin. A few more people coming in. Right, I think we're going to get started. So as I said, I am Dani Hofscher here from the team at the Johannesburg Holocaust and Genocide Centre. We are doing this wonderful webinar in partnership with March of the Living Hungary. It is tracing the Holocaust in Budapest, and we are so excited to be showing you our film, as well as having a discussion about these important sites in Hungary. We are so honored to have an address from His Excellency, the Ambassador of Hungary in Pretoria, Attila Horvat. I see he's also in the audience, and we're so glad to have you here, Your Excellency. I'm going to be showing you a video from him now, and then we will be going on with our wonderful webinar. Dear audience, dear all, it was exactly half a year ago that we had a commemoration in April in memory of Veronika Phillips, a Hungarian Holocaust survivor who considered it her personal mission to reach out to young people and draw their attention to the importance of the need to talk about anti-Semitism and the Holocaust through the example of her own life. As I emphasized in my last speech, the responsibility belongs to all of us, and one of the most important factors of this responsibility is to remember and to remind to teach our children and young people around the world. This way, making it sure that the horrors of Holocaust cannot happen again in human history.
Due to the coronavirus epidemic, our lives have become limited in many ways. But thanks to modern technology, we have new opportunities. We can say that a new world has opened up for us. It is now much easier to hold online events, and with this we can reach out to even more people. I am convinced that this current program, which consists of a film and a panel discussion, fits well into this new trend. At the same time, I hope that the time will soon come when personal encounters, the organization of, and participation in live cultural programs will be possible again. Finally, I would like to thank the organizers, the participants, the makers of the film, and the leaders of the March of the Living Foundation, and the Johannesburg Holocaust and Genocide Centre, Tali, Gabor Gordon, Orsolya Csutorka, Tibor Pecsi, Dr. Tamas Vero, and everyone who contributed to the program. Thank you for your attention. It is an honor to welcome all of you to our program tonight. It is wonderful to see friends from all around South Africa, from the Holocaust centers in Cape Town, in Durban, in Johannesburg, members and friends from around the world, and friends of the March of the Living, as well as the Johannesburg Holocaust and Genocide Center. Thank you very much to Ambassador Attila Hova for his kind words and for the partnership. Since he came to the country only some months ago, it is already our second event together, and we are grateful for his interest in Holocaust memory and education in partnering with the Johannesburg Holocaust and Genocide Center, and in this case also with March of the Living Hungary. My connection to the March of the Living goes a very long way. And I am so pleased to have my friend of probably about 20 years, Gabor Gordon, with us tonight. Gabor, I think you came to South Africa perhaps 15 years ago or so. And since then, we meet in Poland with your delegation from Hungary and the South African delegation. And through your friendship, I met many of the other leaders of March of the Living and visited Budapest as well. So tonight, it is an honor to partner with March of the Living Hungary in this visit in Budapest, looking at the Holocaust sites of Budapest, some of them new, which I did not see in my last trip in Hungary. And our guide today will be the wonderful historian, Tibor Pecsi. He will take us around all the sites. He will teach us about those special sites. And after the film, we will have an opportunity to chat with him. And I invite you all to put your comments and your questions in the chat throughout the presentation. With us also is Chief Rabbi in Budapest, Dr. Tamas Vero. And finally, with us is tour guide Orsolya Csutorka, which also have immense knowledge about Budapest and its Holocaust sites and be able to answer many of your questions. Finally, this program will not be possible without the amazing work of Dora Kremer from March of the Living Hungary, and I and all my team, Danny and all the other members of the Johannesburg Holocaust and Genocide Center team, are very grateful to Dora and to the whole team on the ground in Budapest for allowing us a glimpse from our living room to the Holocaust sites of Budapest. And let's hope that in 2022, we'll be able to come in person and visit these sites. Thank you for joining us, and let us all learn together.
A március 15-e téren állunk a Duna partjához rendkívül közel, és mögöttem látható az Életmenete Alapítvány szobra, Kelemen Zénó szobrászművész alkotása, amely 2014. április 27-én a Magyarországi Holokauszt 70. évfordulóján Budapesten megrendezett budapesti életmenetének az indító állomása volt, és akkor került felavatásra, leleplezésre ez a szobor, amely tulajdonképpen a témának az összetettségét is igyekszik sugallni, hiszen láthatjuk a számokat, amelyek mintegy tölcsérben eltűnnek, és ez jelképezi a holokauszt magyarországi áldozatainak, a deportáltaknak az eltűnését a náci pusztító rezsimben, és az identitásuk elvesztését. Ugyanakkor egy spirállal megfordul ez a vonal, és visszatér egy fehér vonalban az eredeti kiinduló pontjára, és ez pedig jelképezi az emlékezésnek a folyamát és magát az életmenetét is. Egy érdekessége még ennek a szobornak, hogy a talapzat nélkül lett elhelyezve, és a szoborhoz vezető úton 21 olyan náci koncentrációs tábornak a nevét látjuk a talajon, ahol magyar áldozatok is voltak. Ez nem teljesség igényével készült ez az összeállítás, vagy ez a 21 emlékező tábla, hanem a legjelentősebb táborokat emeltük ki. Természetesen szerepel Auschwitz-Birkenau neve is, amely a legnagyobb magyar temető. Itt állunk a Betlen téren, 2009-ben elkészült emlékműnél Barász Tamás munkája, zsidó munkaszolgálatosok emlékműve. Maga az egész koncepció azoknak a közel 60 ezer embernek állít emléket, akiket a Magyar Honvédség kereteiben kényszermunkával dolgoztattak a magyar hatóságok 1939 és 1945 között, ahogyan Radnóti Miklós magyar költő írta a versében, fegyvertelen álltak az aknamezőkön. És maga a támfalak több szimbólummal bírnak, az erődítő munka, a sáncásás borzalmaira utalnak, illetve szimbolizálni kívánják az emlékezést, a megmunkálatlan nyers köveket, amelyeket a zsidó sírköveken helyeznek el az emlékezők, illetve látjuk a hétágú menórát, mint egyfajta fát, amely a kőből kinő és reményt ad a jövőre nézve. Maga a koncepció, ahogy Barász Tamás alkotó ezt elmondta, bemutatja azt, ahogyan szűkülnek a terek a zsidó munkaszolgálatosok számára, és egyre több kockázattal zajlik a munkájuk, először Magyarországon, majd a visszacsatolt területeken, végül pedig a front vonalakban. A 7. kerületben vagyunk, Budapest 7. kerületében, amely a valamikori zsidó negyed volt, és itt állunk egy olyan zsinagóga előtt, amelynek most nem a vallásban betöltött szerepéről kívánok beszélni. Annyit azért elmondanék, hogy a status quo ante irányzathoz tartozó zsidók építették és használták a 20. század első felében. Ugye Magyarországon 1868 után három részre szakadt a zsidóság, lettek a hagyományokhoz ragaszkodó ortodoxok, a modernizáció útját választó neológok, és a két irányzat között volt a status quo ante irányzat. Ezt a zsinagógát azért álltunk meg, és beszélünk ennél a zsinagógánál, mert 1941-ben a magyar hatóságok a Szovjetunió megtámadását követően egy idegen rendészeti rendeletet hoztak, amelynek a lényege az volt, hogy minden zsidónak minősülő magyar állampolgárnak igazolnia kellett, vagy Magyarországon élő zsidónak igazolnia kellett a magyar állampolgárságát és a magyar származását. Ehhez be kellett szerezniük különböző iratokat a személyeknek, és nagyjából országos szinten annak a 26-28 ezer embernek
Aki ezt nem tudta megtenni, a sorsa megpecsételődött a hatóságok által, mégpedig azért, mert 1944. augusztusában ezeket az embereket Kárpátaljára, Körösmezőre szállították vasúti úton, és onnét gyalogszerrel áthajtották a német megszállás alatt levő Ukrajnában Kamenyec-Podolszki nevű településre, ahol a helyi SS-ek és különleges alakulatok, Einsatzgruppenek 1944. augusztus 27-28-án mintegy 20-22 ezer magyar zsidót legyilkoltak. Ez volt a holokauszt történetének és a tömeges kivégzéseknek az első olyan akciója, amelyben 5 számjegyű volt az áldozatok száma egy nap alatt. Ezt az emléktáblát természetesen jóval később helyezték el a Rumbak utcai zsinagóga falán, annak a zsinagógának a falán, amely 1945-től egészen napjainkig nem működött, most 2021 júniusának a végén állunk itt a falainál, és nagyjából 2 hete avatták fel újra ezt a zsinagógát. A zsinagóga romos belsejének, vagy valamikori romos belsejének egy nagyon érdekes filmben is szerepe volt. Bizonyára hallottak már Simon Wiesenthalról, a Lvovból vagy Lvivből származó holokauszt túlérőről, aki építész volt, de az 1945 májusi Mauthausenben való felszabadulását követően nem tért vissza a szakmájához, hanem az életét annak szentelte, hogy a náci tömeggyilkosokat és a háborús bűnösöknek a rejtekhelyét igyekezett kinyomozni, és miután ezek a nyomozásai sikerrel jártak, ezeket a személyeket bíróság elé állította. Az életéről 1980-as években készült egy film, a Gyilkosok köztünk vannak címmel. Abban a filmben van egy jelenet, amikor elmagyarázza a kislányának, Paulenkának, hogy miért választotta a náci vadász hivatását, akkor a filmben elviszi egy romos zsinagógában, és ott magyarázza el neki azt a pusztulást, amelyet a nácik okoztak a zsidó kultúrában, vallásban és a mindennapokban. És ezt a jelenetet itt a Rumbak utcai zsinagóga belső terében vették föl. A mellettem álló úriembert úgy hívják, hogy Radnóti Miklós, és az egyik legnagyobb magyar költő. Miért álltunk meg az ő szobránál? Mi köze egy nagy magyar költőnek, aki a magyarországi iskolai tantervekben kiemelkedő szerepet játszik, és kiemelkedő helyet foglal el, mi köze van neki a holokauszthoz? El kell mondanunk, hogy Radnóti egy asszimilált zsidó családban született Budapesten, és identitását tekintve viszont nem zsidóként, hanem magyarként nevelték. Az irodalmi pályát választotta, sőt 1943 májusában, amikor már semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, megkeresztelkedett római katolikusnak. Ebben az időben már túl volt 2 munkaszolgálatra való behíváson, azaz a magyar hadsereg keretében megkülönböztető sárga karszalaggal felszerelve kényszermunkát kellett végeznie, elsősorban ekkor még Magyarország területén. Radnóti 1943. december 31-én írja meg a leghíresebb versét, a Szülőföldem című verset, amelyben hitvallást tesz arról, hogy mennyire szereti magyar népet, Magyarországot. 1944 tavaszán behívták utolsó munkaszolgálatos kényszermunkára, és a mai Szerbiában lévő Bor táborába vitték, ahonnan, amikor ősszel kiürítették a táborokat, gyalogmenetben hajtották őt a nyugati magyar határra. Magyarország és a Német Birodalom határára erődítő kényszermunkát végezni. Ugyanakkor Radnóti egyre kimerültebb és fáradt lett, és reménytelenebbé vált, ez pedig a versei is, amelyeket útközben írt és rábízott a társaira, és egy kockás noteszban jegyzett fel, és a kabátjában hordott, ezek erről tanúskodnak. 1944. novemberére
teljesen kimerült, hiszen két számmal kisebb cipőben, éhségtől és a bántalmazásoktól szenvedve kellett menetelnie a mai Ausztria határa felé, és Győr mellett már annyira fáradt volt és beteg, hogy Tálas András hadapród, az a katonatiszt, aki felelős volt a Radnóti munkaszolgálatos egységéért, le akarta adni a győri kórházban a beteg munkaszolgálatos zsidókat. A győri kórházban azonban a munkaszolgálatosokat a főorvos nem fogadta be, mondván, hogy zsidó kutyákra nincs szükség. Tálas András kényszer megoldásként egy nagyon praktikus dolgot választott, Radnótit és 22 társát a Győr melletti Abda település közelében megásatott tömegsírba belelövette az embereivel, majd behantolták őket. Egy évvel később a túlélők elmondása alapján rekonstruálták a helyszínt és ásták ki a maradványokat, és ekkor találták meg Radnóti holttestének, maradványainak közelében, a kabátjában ezt a piros kockás füzetet, amelyet úgy hívnak, hogy a Borinotes. És ezek árulkodnak Radnóti Miklós utolsó napjairól. Ékes példája az ő sorsa annak, hogy a kultúra, a műveltség és a magyarsághoz való asszimiláció nem védte meg a zsidókat ebben a szörnyű korszakban. A 7. kerületben vagyunk, immár távolabb egy kicsit a hagyományos zsidó negyedtől, és itt állunk a Betlen téren, amely egy festői tér Budapestnek a szívében, a 7. kerületnek a peremén, és tulajdonképpen ez az a tér, ahol el lehet mesélni a magyarországi holokauszt történetét, és erre teszünk egy kísérletet a következő percekben is. A Betlen tér 3 előtt látunk két botlatókövet, amelyen az áldozatok neveit olvashatjuk a földön, Band Sándort és Kertész Tivadar nevét. Mindketten életüket vesztették a holokausztban, és egyiküket itt tölték meg a Nyilasok Budapesten, másikukat, Kertész urat pedig a Donkanyarban, munkaszolgálat során érte a halál. Mit is takarnak ezek a botlatókövek? Ezek apró résztáblák, amelyeknek betonból ki van öntve az alja, és el vannak helyezve az aszfaltban, azon házak előtt, ahol valamikor az áldozatok laktak, az utolsó ismert lakhelyük volt. Ezt a projektet egy düsseldorfi képzőművész, Günther Demnig találta ki, és most már Európa több nagyvárosában több mint 50 ezer ilyen követ helyezett el. Kétféle szimbóluma van ezeknek a köveknek. Az egyik szimbólum, hogy jelzik, hogy hol éltek ezek az emberek, hogy nem valahonnét a világ végéről hurcolták el őket a halálba, hanem ott éltek, ahol ma is élnek emberek. Másrészt ezek a földön található kövek, azaz eleve, ha valaki el akarja olvasni az üzenetüket, akkor fejet kell hajtani, ezek előtt, a kövek előtt, így az áldozatok emléke előtt is. Harmadrészt ezek a kövek némileg kiállnak a talajból, és ezért, ha valaki nem figyel oda, valóban egy picit megbotolhat bennük, ahogyan az egész európai civilizáció és kultúra megbotlott annak a tragédiának a során, amelyet holokausztnak nevezünk. Itt állunk Budapest egyik szívében, a Váci utcában, amely egy bevásárló utca, sétáló utca, ahogyan láthatóan a reklámok és az érdeklődő közönség is árulkodik erről. És ebben a házban mögöttem élt az a Kastner Rezső, aki a magyarországi holokauszt történetének egyik legellentmondásosabb figurája. Ő erdélyi származású és Kolozsvárból érkezett Budapestre. Egyébként ő a mai napig Izraelben létező Új Kelet című heti lapnak az alapítói közé tartozik, és korán cionista lett, és a II. Világháború idején Budapesti Mentőbizottságnak, amely a zsidó menekülteknek és
áldozatoknak a segélyezésével és mentésével foglalkozott, volt az egyik vezetője. Tulajdonképpen de jure nem, de facto, ráadásul még a cionista szövetség vezetésében is komoly szerepe volt. Azután 1944. március 19-én, amikor a németek megszállták Magyarországot, Kastner tulajdonképpen egy nagy dilemma elé került, és a mentőbizottság is, hiszen a németek Adolf Eichmann vezetésével minden csatornát lezártak a zsidó vezetés, hivatalos zsidó vezetés számára a magyar kormánykörök felé. Kastner ezért közvetlenül hátrahagyva a zsidó tanácsot és hátrahagyva a kormányzati kapcsolatait, közvetlenül Adolf Eichmannnal kezdett el tárgyalni egy Franz Novák nevű emberen keresztül, és tulajdonképpen üzletet kötött Eichmannnal. Átlagosan $1000 menedéket, illetve kimenekülési lehetőséget nyújtottak a nácik azoknak a zsidóknak, akik ezt képesek megfizetni. És megkezdődött az úgynevezett mentő vonat, a Kastner vonat utaslistájának összeállítása, amely végül 1944. júniusának a végén hagyta el Budapestet, mintegy 1680 utassal, bár sokan az indulást követően ugrottak fel a személyvonatra, és hagyták el az országot. Bergen-Belsenen keresztül két csoportban juttatták el a nácik az áldozatokat, illetve a menekülőket Svájcba. A történet egyik érdekessége, hogy a cionizmust, mint az egyik fő bűnt kihirdető szatmári rebe, a szatmári extrém ortodox közösség vezetője, Teitelbaum rebe is az utasok között volt, mert az egyik cionista vezetőnek volt egy álma, amelyben arról álmodott, hogy ha Teitelbaumot, aki hangsúlyozom a cionizmust egy fő bűnnek ítélte, és a cionistákat tartotta felelősnek azért a büntetésért, amely a holokauszt volt, Teitelbaumot is úgy érezték a cionista vezetők egy álom miatt, hogy meg kell menteniük, mert akkor lesz csak sikeres az utazás. És valóban ezt a cionisták a gyűlölő rabbit föltették a családjával együtt a vonatra, egyébként nem tiltakozott ez ellen, és eljutott Svájcba 1944. decemberére Teitelbaum, ahol az ottani szatmári haszidok almával fogadták a rebéjüket, és azóta ez egy hagyományos ünnep a szatmári haszid közösségben, hogy a megmenekülés napját almaevéssel ünneplik. Kastner Rezső háború utáni élettörténete is rendkívül izgalmas. A családjával együtt Izraelbe ment, és letelepedett, és közele került a Mapájhoz, az újonnan alakult zsidó nemzeti állam kormánypártjának vezetőjéhez. És amikor 1955-56-ban egy politikai támadás érte a Mapájt, akkor egy magyarországi holokauszt túlélő, akinek a családja nem került föl a Kastner vonatra, és ezért Auschwitzba deportálták őket, és áldozatul estek a Shoának. Nos, ez a túlélő egy cikket közölt Kastnerről az egyik izraeli újságban, ami miatt Kastner beperelte őt becsületsértésért, és hát tulajdonképpen ez volt az úgynevezett Kastner per, amikor hirtelen Kastner találta magát a vádlottak padján, mondván, ahogyan az izraeli bíróság ki is mondta, hogy eladta a lelkét és üzletet kötött az ördöggel, és Adolf Eichmannnal, és tulajdonképpen Kastner elindította az ellenperelést a jó hírneve megsértése okán, de nem érhette meg az ítélet visszavonását, illetve a bírósági győzelmét, mert 1957-ben a háza előtt meggyilkolták. És ez volt az a politikai gyilkosság és politikai per Izraelben, amely nagyon nagy fordulatot hozott a nácikkal kényszerből együttműködő zsidókkal szembeni jogi eljárásokban, hiszen több kápóper zajlott Izraelben a
második világháborút követően. Nos, a Kastner gyilkosság nyitotta fel a szemet arra, és néhány évvel később az Eichmann per Jeruzsálemben, hogy valójában ezek az emberek, akik kénytelenül, kénytelenségből, vagy életmentés céljából együtt működtek valamilyen szinten a nácikkal, ezek nem ugyanolyan bűnös és nem kollaboráns emberek, hanem önmaguk is áldozatok. Úgyhogy tulajdonképpen Kastnert rehabilitálta a közgondolkodás, de ennek ellenére a neve és a személye és a története mai napig megosztó erővel bír. Itt állunk a Király utca 15 bérház hátsó udvarán, és mögöttem látható egy eredeti helyen, eredeti nyomvonalon helyreállított részlete a budapesti gettó, a pesti gettó falának. A 2010-es évek elején, amikor itt a fal másik oldalán egy nagy rehabilitációja volt az épületeknek, akkor néhányan úgy döntöttek, hogy érdemes lenne ennek a tragikus kornak az emlékét megörökíteni, és helyreállították ezt a körülbelül 2,5-3 méter magas falat, amely így a belső udvaron elválasztotta a gettót és elválasztotta a szabad világot. Jelen pillanatban, ahol mi állunk, kívül vagyunk a valamikori gettó területén, és ez a fal tulajdonképpen nagyon jól szimbolizálja azt, ahogyan fizikailag kirekesztették a zsidó magyarokat 1944-45 fordulóján. A falak mögött körülbelül 80 ezer ember volt összezsúfolódva. Budapest belvárosában, a Vadász utca 29-ben áll, a mögöttem látható nem éppen esztétikus épület, amely bármilyen meglepőnek hangzik önöknek, az 1930-as évek közepén építészeti nívódíjat nyert. Miért? Azért, és ebből kapta tulajdonképpen ez a hely a nevét, hogy üvegház. Weiss Arthur üvegnagykereskedő és üveggyártó cég igazgatónak volt ez a székhelye, és azért nevezték üvegháznak, mert minden olyan típusú üveget, üvegtéglát és síküveget és ablaküveget és minden másfajta térelválasztó jellegű üveg termékeket beépítettek ebbe az épületbe, úgyhogy egy gyönyörű üvegpalota állt itt. Nyilván a falak takarták az irodákat és a műhelyeket, de valójában belül és kívül teljesen ezekkel a Weiss cégei által gyártott és forgalmazott üveggel volt kialakítva az épület. Építészeti nívódíjat is nyert, de az igazi legendája 1944. március 19-e Magyarország német megszállása után született meg. Ugyanis Weiss Arthur azonnal, mivel maga is zsidó származású volt, érezte és tudta, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet, ami kialakult, és ezért a svájci konzulátuson keresztül Karl Lutzal egyeztetve svájci védelem alá helyezte az épületet, és tulajdonképpen ez volt a központja a svájci menlevelek kiadásának. És egészen olyan tömegjelenetek voltak itt, hogy például a mögöttünk lévő épülettömböt körbeérte a svájci védlevélre vállalkozó tömeg, és magyar rendőrök irányították a forgalmat. A helyzet igazán akkor vált kritikussá, amikor 1944. október 16-ával a nyilaskeresztesek Szálasi Ferenc vezetésével átvették az uralmat Magyarországon, és megkezdődött a nyilas terror. Ekkor a Weiss Arthur és több munkatársa beköltöztek ide az üvegházba, és egyre többen költöztek be ide az üldözött zsidók közül, hogy a végén ebben az épületben 3000-en éltek, a pincéjében pricseket rendeztek be, de tulajdonképpen mindenhol a gyárudvaron latrinákat alakítottak ki, és például olyan tömeg volt, hogy nem tudtak egyszerre aludni az emberek, ezért fel voltak osztva a napnak az órái, hogy mikor ki húzódhat vissza a pricsekre aludni, és tulajdonképpen
néhány áldozattól eltekintve ez a 3000 ember megélte azt, hogy a németeket és a nyilasokat kiűzték a szovjetek Pestről, és felszabadult tulajdonképpen a pesti zsidóság. Na most, ami még érdekes, hogy Weiss Arthur nem volt a túlélők között, mert kicsalták az épületből a nyilasok 1945. január 1-én, elhurcolták, megkínozták, és valószínűsíthetően meg is gyilkolták. Az ő emlékére és az itt működő embermentő központ emlékére az 5. kerületi belvárosi önkormányzat, a belvárosi önkormányzat hozzájárult egy emlékszoba kialakításához, ezért most az eredeti épületben, amelyben magánlakások, óvoda, műhelyek működnek, van egy szoba, amely az itt folyó embermentő munkának, az üvegház legendájának állít emléket. Az Életmenete Alapítvány Embermentők emlékművétől északra néhány száz méterre állunk, és egy viszonylag szerény emlékmű van előttünk, kövekből rakott gúla, amely betonba van öntve, és néhány téglával körbe van rakva. Ez az emlékmű egy olyan hősies tettnek és hősies csoportnak állít emléket, akikről nagyon sokáig nem tudott a történeti emlékezet, a holokauszt emlékezete. Ők a magyarországi cionista fiatalok, akik 1944-45 fordulóján különböző eszközökkel, szöktetéssel, segélyezéssel, irathamisítással körülbelül 60 ezer magyarországi zsidónak nyújtottak segítséget és lehetőséget a holokauszt borzalmai elől való megmenekülésre. Ezek a fiatalok már 1943 őszétől elhatározták, és ebben a szándékukban 1944 elején meg is erősítették magukat, hogy amennyiben a németek megszállják Magyarországot, illegalitásba vonulnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek megmenteni azt, aki hagyja magát. Amikor a zsidó ellenállásról beszélünk, akkor elsősorban a varsói gettó felkelés és az auschwitzi zonderkommandó lázadása jut eszébe az átlagembernek. Ez a tevékenységsorozat, amelyet közel egy éven keresztül folytattak a cionista fiatalok, viszont a múlt homályába veszett, többek között annak köszönhetően, hogy a II. Világháború után Magyarországon létrejövő kommunista hatalom a cionistákat egy ellenséges ideológia képviselőinek tartotta, és ellehetetlenítette, betiltotta őket, csoportjaikat, és börtönbe is vetette számos vezetőjüket. A politikai változások, amelyek 1980-as évek végétől bekövetkeztek Magyarországon, újabb lehetőséget nyújtottak a cionista ifjúságnak, hogy megszervezze önmagát és helyreállítsa azokat a korábbi szervezeteket, amelyek 50 éven át nem működhettek. Ilyen csoportok a Hasamer Hatzair, Habonim Dror, a Mizrahi és a Bétár mozgalom többek között és mások mellett, és ezek a Hanoár Hacionit sem szeretném kihagyni, és a Maccabi Hatzairt sem. Tehát ezek a csoportok működtek a II. Világháború előtt és alatt, gyakran illegalitásban, és részt vettek az ellenállási tevékenységben, amelynek eredményeképpen 60 ezer ember menekült meg, úgy látjuk, az ő segítségükkel. És a rendszerváltozás után ezek a csoportok újra alakultak, és 1994 áprilisában a magyarországi holokauszt 50. évfordulóján ide jöttek több tizen, sőt talán százan is ezek a fiatalok, és más egyetemisták és fiatalok, akik egyetértettek a cionista mozgalom céljaival, és itt elhelyeztek emlékköveket, és ezeket az emlékköveket dolgozták bele a későbbiekben ebbe az emlékkőbe, és így jött létre ez az emlékmű. Nekem nagyon közel áll ez a szívemhez, hiszen itt voltam az alapításakor. A szabadságtéren állunk,
nem messze az amerikai nagykövetség épületétől. Egy könyvet látnak mögöttem, amely Karl Lutznak az arcképe van rá vésve, illetve egy dicséret azért és egy elismerés azért, hogy több ezer zsidó honfitársunkat mentette meg és segítette a túlélésben a II. Világháború idején. Mit keres ez az emlékmű a nagykövetség, amerikai nagykövetség épülete előtt? 2006-ban avatták föl ezt az emlékművet. Azért, mert ez az épület 1944-45-ben a svájci konzulátus, a svájci nagykövetség épülete volt, és itt dolgozott Karl Lutz, mint konzul. Ő korábban Palesztinában is dolgozott svájci diplomataként, és a II. Világháború első három évében az ott élő, és mivel brit mandátum volt, palesztin-brit mandátum terület, ezért internálásra kerülő német lakosok érdekeit képviselte, mert a svájci konzulátusokon működött az idegen érdekeket képviselő osztály. Lutz ezt az osztályt vezette 1942-től itt Budapesten is, tehát a háborúban álló felek között közvetített tulajdonképpen, és az ellenséges államok állampolgárait képviselte a svájci nagykövetség keretein belül. Tehát az amerikaiak, britek, franciák és mások érdekeit. 1944-ben a német megszállást követően Karl Lutz elérte a magyar hatóságoknál, hogy 6500 úgynevezett védő útlevelet adhasson ki, és ezeknek a segítségével olyan zsidóknak adjon menedéket, akik Svájcban élő rokonokkal rendelkeztek, rokoni kapcsolatokkal, vagy maguk is Svájcból érkeztek Magyarországra, vagy éppen ezeknek voltak hozzátartozói. És tulajdonképpen ezeknek a dokumentumoknak a segítségével, mivel nem egyénileg állították ki az útleveleket, hanem családokra, és ráadásul, ha betelt a 6000 útlevél száma, akkor újrakezdték a számozást, így több tízezer ilyen svájci védőútlevelet adott ki Lutz, és hát ezért nagyon nagy hőse ő az a magyarországi embermentésnek. A II. Világháború után hazatért Svájcba, ahol megfosztották a nyugdíjától, mivel túllépte a hatáskörét. Az amerikai nagykövetség költözött ebbe az épületbe a II. Világháborút követően, és 2006-ban, mivel amerikai állampolgárok érdekeit is képviselte Lutz és az ő hivatala itt Budapesten a II. Világháború idején, ezért az amerikai követség támogatásával jött létre ez az emlékkönyv, amely ugye, illetve ez az emlékmű, az amerikai nagykövetség támogatásával jött létre ez az emlékmű, amely egy könyvet szimbolizál, hiszen ezekben rögzítették a védőútlevelet kapott személyek adatait. Itt vagyunk a Szent István Park északi részén, és ha elnéznek a vállaim fölött, akkor egy-egy emléktáblát látnak ugyanazon az épületen. Mi lehet ennek az oka? A jobb kezem felől Ángel Sanz-Briz spanyol konzul emléktábláját látjuk, a bal vállon fölött pedig Giorgio Perlascáét, aki Jorge Perlasca néven Ángel Sanz-Briz távozását követően folytatta a spanyol konzul által elkezdett mentő tevékenységeket. A német megszállást követően 1944. március 19-e után a kollaboráns magyar kormány együttműködve a németekkel, de rendkívül sok innovatív ötlettel hozzálátott a magyarországi zsidók tömeges deportálásához. A halálos fenyegetéstől, hiszen addigre már nagyon sok információ állt az emberek rendelkezésére arról, hogy mit jelent a sárga csillagviselés, a gettó és a marhavagonokban való elszállítás. Mindenki megpróbált menedéket keresni. A semleges országok képviselői, mint a spanyolok például, felhatalmazást kaptak a külügyminisztériumuktól, hogy spanyol
rokoni, családi, üzleti kapcsolatokkal rendelkező vagy szefárdi származású zsidó embereknek adjanak spanyol védőútlevelet. Ángel Sainsbury's így is tett. Ez ebben a folyamatban segítségére volt Giorgio Perlasca, aki maga is üldözött személy volt, hiszen olasz származású volt, és ebben az időben Olaszország már a harmadik birodalommal szembefordult, és Perlasca is spanyol papírokkal bírt. Ennek a történetét egy más alkalommal mesélem majd el, és hát együtt kezdtek el dolgozni. És azután, amikor 1944. decemberében a spanyol király visszarendelte a konzulját az ostrom által fenyegetett Budapestről, és Sainsbury's elhagyta a fővárost, Perlasca itt maradt, és az ő kezében lévő spanyol iratokkal diplomatának adta ki magát, és megkérte Sainsbury's-t, hogy hagyjon itt védőútleveleket, pecséteket, amelyeket a mentésben alkalmazhat. És így több mint 700 üldözött életét mentette meg Giorgio Perlasca, azt a módszert folytatva, amit Sainsbury's kezdett el spanyol részről. Az ő közös mentőakciójuknak az emlékét őrzi ez a két emléktábla, együtt és mégis külön. Miért pont ezen az épületen állnak ezek az emléktáblák? Egész egyszerűen azért, mert 1944. novemberétől ez az épület úgynevezett védett ház volt, méghozzá spanyol védett ház, a kapujára a sárga csillag mellett, amely jelezte, hogy zsidók élnek itt, kitűzték a spanyol királyság lobogóját, és elvileg az épület területen kívüliséget élvezett. De természetesen ez nem jelentett a főváros ostroma alatt az öntörvényűen működő nyilas csőcselékkel szemben védelmet, ezért óriási szükség volt Perlasca találékonyságára, aktivitására és hősiességére. Újlipótvárosban vagyunk, ami hagyományosan egy értelmiségi környék Budapest városán belül, és egy viszonylag elegáns környék. Itt áll a Szent István parkban a legismertebb embermentő szobra Raoul Wallenbergé. Bár az arcát csak felfedezni véljük a szobron, hiszen nem konkrétan őt ábrázolja ez a műalkotás. Miért itt a Szent István parkban állították fel a svéd embermentő szobrát? Azért, mert a legtöbb svéd védettház ezen a környéken volt, és a svéd védőútlevéllel rendelkező zsidókat ebben próbálta Wallenberg és az általa létrehozott több száz fős tím védelmezni és megmenteni. A szobor története legalább annyira kalandos, mint Raoul Wallenberg élete. A szobor alkotója, Pácai Pál, már maga is holokauszt túlélő, Raoul Wallenberg mentette meg a szobrászművészt. És amikor véget ért a II. Világháború, akkor Budapest főváros önkormányzata hálája jeléül Pácai Pálnál, mármint Wallenberg iránti hálája jeléül Pácai Pálnál megrendelt egy Wallenberg hősies tetteit ábrázoló, vagy tettét ábrázoló szobrot. És így született meg a fasizmus kígyóját, a nácizmus kígyóját puszta kézzel elpusztító mesztelen férfinek a szobra, a bátorság és a hősiesség tüposzaként, mintájaként. Mire 1949-ben elkészült a műalkotás, nem csak tervekben, hanem valóságban is, addigra Raoul Wallenberg élete teljesen más olvasatot kapott. Ugyanis 1949-re már a kommunisták átvették Magyarországon a hatalmat, és a sztálini mintát követő magyar kommunista hatóságok szemében Raoul Wallenberg akkor már nem embermentő hős volt elsősorban, hanem az amerikai titkosszolgálat ügynöke és a Szovjetunió ellensége. Ezért, amikor 1949. áprilisában megpróbálták a szobrot felállítani és átadó ünnepségre sort keríteni, előző éjszaka a szobrot
egy teherautóhoz kötött kötéllel ledöntötték és elszállították, hogy 3 évvel később Debrecenben egy gyógyszertár udvarán jelenjen meg, és tulajdonképpen a gyógyszertárnak vált a jelképévé, az egyéb gyógyszergyárnak. Ez a szobor, minden termékükre rákerült ez a logó, a kígyót elpusztító férfi szobra, amely esetben már a kígyó ugye a betegséget, míg a férfi alak a győztes orvostudományt jelképezte. Nos, hát így történt ez a szobor elszállítás, és nem is volt itt Wallenbergnek a szobra, egészen 1999-ig, amikor is az történt, hogy Rajk László építész újra tervezte a Szent István parkot, és egy grénium úgy döntött, hogy helye lenne az eredeti megszánt helyen a Wallenberg szobrának. És akkor ennek a szobornak a másolatát elkészítették pácai mintájára, aki ekkor már nem élt, és felállították itt a Szent István parkban. Tehát tulajdonképpen ez a Wallenberg szobor majdnem hasonlót kalandos történetet járt be, mint amit a névadója, akit ábrázol, akire emlékeztet. Budapest szívében állunk. Mögöttem láthatják a parlamentet, a magyar törvényhozás épületét. Itt hozzák a törvényeket Magyarországon, immár az 1900-as évek első évei óta. És amit még láthatnak, cipők a Dunaparton emlékmű, amelyet 2005-ben Power Gyula és Kentogé művészek alkottak az ő ötletük alapján, ahol magyarországi holokauszt végének és a II. Világháború végének 60. évfordulójára készült el ez az emlékmű. 2006. április 16-án a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján adták át. A 60 üres cipőpár egyrészt szimbolizálja a 60 évet, másrészt pedig a gyermekcipők, férfi, női cipők szimbolizálják az áldozatokat. Ahogyan a 3 nyelven, angolul, héberül és magyarul lévő felirat tanúskodik róla, a nyilas keresztes rémuralom Dunába lőtt áldozatainak emlékére készült ez az alkotás. Azóta is szimbolikus helye ez mindenfajta megemlékezésnek. 2019-ben a világjárvány előtti utolsó életmenetén itt ért véget a megemlékező menet, és így gyújtottuk meg az emlékezés lángját. Többek között Keleti Ágnes, többszörös olimpiai bajnok, holokauszt túlélő hölgy tette ezt, aki idén 101 éves 2021-ben. És mi köthető még ehhez a helyhez? Az, hogy rengetegen látogatnak el ide a világ minden részéről, amikor ez megtehető, és emlékeznek az áldozatokról. Noha ezen a helyen nem történtek konkrét kivégzések, Dunába lövések a nyilasok által, hiszen ők ezt a primitív kivégzési módot választották, és 4700 embert lőttek bele a jeges Dunába 1944-45 fordulóján. Ezen a helyen konkrétan nem tudunk róla, hogy lett volna kivégzőhely, inkább feljebb a Margit híd lábánál és a budai parton szemben volt kivégzésre alkalmas hely. Miért került akkor ide ez az emlékmű? Mert ahogyan látszik mögöttem a parlament, ahol 1938-tól egyre inkább hozták a zsidó ellenes törvényeket a magyar törvényhozás tagjai, mintegy 22 törvényt és 116 rendeletet alkottak meg néhány év alatt a német megszállásig, a németektől függetlenül. Tulajdonképpen ez szimbolizálja azt, hogyha a törvények vallási vagy származási alapon kirekesztik az embereket és alacsonyabb rendű állampolgárrá teszik őket, akkor az szinte egyenes út a fizikai megsemmisítésükhöz. Ez az emlékmű, ez a nagy totál, amit önök most látnak, tulajdonképpen szimbolizálja a jogfosztástól az elpusztításig tartó folyamatot. Még egy érdekességet engedjenek meg ezzel az emlékművel kapcsolatban. Egyrészt a szélső jobboldali és neonáci mozgalmak is
kedvtelésüket lelik ennek az emlékműnek a meggyalázásában. Volt olyan magyar parlamenti országgyűlési képviselő, aki az egyik cipőbe egy disznólábat helyezett el, hogy megalázza és megsértse az áldozatok emlékét. Egy másik vitát keltő dolog a feliratok a táblákon, hogy a nyilas keresztes terror Dunába lőtt áldozataira emlékezik ez az emlékmű. Nem szerepel konkrétan, hogy zsidókról lenne szó, és sokan ezt úgy értelmezték, hogy ezzel el akarják az alkotók mismásolni, el akarják kendőzni, hogy az áldozatok többsége zsidó volt. Én a másik álláspontra hajlok, hogy mivel nem csak zsidókat gyilkoltak meg a nyilasok, hanem magyar katonaszakevényeket, olyan keresztény embereket, akik az üldözötteket mentették, ezért az ő emléküket is akarták őrizni az alkotók. Budapest 13. kerületében vagyunk, a Duna partjától nem messze, ahol a Pozsonyi úti református templom mögött levő területen helyezte el az Életmenete Alapítvány az embermentőknek, magyarországi embermentőknek emléket állító kompozícióját. Miért is készült el ez az emlékmű 2020-ban, a pandémia évében, és miért is került ide elhelyezésre? Az alapítvány nagyon fontosnak érzi, hogy az embermentők hősies példáját a nem zsidó társadalom elé állítsa, bemutatva azt, hogy tulajdonképpen a vészkorszak, a holokauszt idején is lehetett hőssé válni, és megsegíteni és menteni azokat az embereket, akiket a származásuk miatt üldöztek. Ezt az emlékművet szintén Kelemen Zénó szobrászművész alkotta, és maga az emlékmű koncepciója arról szól, hogy a rejtőzködés helyét és a kifordult világot egyszerre kívánta a művész megmutatni. Ezért itt a mögöttem lévő emlékmű az egy kifordított ház tulajdonképpen, amelynek a belsejében rejtőzködnek az üldözöttek. Ezt a külső és belső konfliktust és az egész kifordult világot jelképezi, hogy kívülről sötét, fekete színű az emlékmű, belül pedig a világosság látható, illetve van egy ablak ezen az emlékművön, amely felfogható padlásablaknak, ahol kilestek a rejtőzködők, akiket bújtattak, de ebben egy üveg van elhelyezve, egy prizma, amelyet ha megfelelő szögbe állít a látogató, akkor az emlékmű belső terébe szivárványt képez. Mint tudjuk, a szivárvány eredeti megjelenése és eredeti jelentése a pusztulás utáni közbeni reményre utal, hiszen amikor a Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében olvasunk az özönvíz történetéről, akkor tudjuk, hogy a megmenekült családot, Noét és nyolcad magával Noét, feleségét, fiait és azok feleségeit, amikor kijöttek a bárkából, Isten egy szivárvánnyal bátorította arra, hogy nem lesz több ilyen pusztulás. A szivárvány eredeti jelentése tehát az Isten és az emberek közötti szövetség, és ez a szivárvány ebben az esetben és ebben az installációban azt jelképezi, hogy reményünk van arra, hogy ha jól döntünk és követjük az embermentők példáját, akkor nem fog többé előfordulni ez a szörnyűség, amelyet holokausztnak hívunk. Az emlékmű mellett 4 darab hegyére állított, a sorsvetést szimbolizáló kocka található, amelyeken mintegy 960 olyan személy neve olvasható, akik Magyarországon 1944-45 között az üldözött zsidókat mentették, bújtatták, segítették, akár az életük feláldozásával is. Tehát megemlékezünk az embermentőkről általánosságban, de név szerint egyénenként is, és maga a hely, ahol állunk, ez is egy autentikus helyszín. Itt is nagyon komoly embermentő aktivitás zajlott. A bal oldalamon látható a Pozsonyi úti református templom, amelynek lelkésze Berecki Albert volt az, aki egyrészt szerepel is az embermentő kockánkon a neve,
másrészt pedig rengeteg üldözöttnek segítséget nyújtott. Ebben az időben, 1944-45-ben már nem segített a zsidókon az sem, ha valamelyik keresztény felekezetnek a tagjai voltak, de ha ki tudták adni magukat keresztényeknek, akkor esetlegesen nagyobb esélyük volt arra, hogy átéljék, túléljék ezt a szörnyű időszakot. A református egyház korabeli gyakorlata szerint, kálvinista egyház korabeli gyakorlata szerint 3 hónapig kellett volna ezeknek az embereknek, üldözötteknek felkészítésre járni, hogy megkereszteljék őket, és külön felhívta az egyházvezetés a lelkészek figyelmét, hogy meg kell győződni arról, hogy nem csak a túlélés érdekében, hanem szívbeli meggyőződésből kívánnak a zsidók megkeresztelkedni. Berecki, aki nem tudott ezzel a gyakorlattal egyetérteni, nem foglalkozott ezekkel a részletekkel, hanem a hozzáforduló üldözötteknek egyrészt keresztleveleket adott, kálvinista egyházhoz tartozásukat igazolva, másrészt pedig magának a templomnak, az altemplom részében, pince részében is bújtatta az üldözötteket. Ezért maga az embermentők emlékmű elhelyezése is egy eredeti helyszínhez köthető. Thank you for joining us and watching this film with us. We apologize. We are aware of some problems with the screen. Everyone here today will receive a clean version of the film. You will be emailed this after the event. Now we would love to invite our panelists to join us for a discussion on what we have on the wonderful tour that we have just seen. Tibor, you will have to unmute yourself. You are on mute. Okay, I tell some words and after you can speak, okay? Okay, our purpose of making the film was to show some of the places that played an important role in our city during the Holocaust. The presentation was not complete because we called watch the places until tomorrow morning. We tried to outline an arch about how the Holocaust happened in Budapest. We really believe in visiting the original sites as they always tell us what happened. We visit three runs in the places. We walk around in the former Jewish quarter and after in Bethlen Square in the 7th district and later in Ulipotváros where the rescue sites are located. In connection with this idea, we believe in visiting the original sites. We organize virtual trips every month in the pandemic time since January. On Google Maps with presentations, short films, historical explanations, as if we were really walking. Okay, this was what I am want to tell you, and I talk a lot in the movie. No, let the others come, please. Thank you. Chief Rabbi, would you like to just say a few words? A
Chief Rabbi Tamas Vero and Orsolya Csutorka, if you would like to say a few words before we actually start with the Q&A. And if not, we can start. There are some questions already about Raoul Wallenberg, which we answered, but perhaps there will be other questions, and each one of you can, of course, answer. And maybe I can start with a question about Kastner. Tibor and the others, in today's Israeli government, of course, the Minister of Transportation is the granddaughter of Kastner, Merav Michaeli. And I wonder if there is a rehabilitation of the Kastner name. Is the story told? How is Kastner remembered in Hungary? And is there are changes in the memory? And you are muted, Tibor. Yes, okay. I hope you will understand me. Okay, the Kastner is a very problematic person in the Holocaust history, but he was originally a Zionist leader in Transylvania at Kolozsvár, and he's can talk with save, rescuing of many Jews with German officials, most of Adolf Eichmann, and I can help with Dora, please. Dori, can you help me some easier? Okay, nagyon megosztó személyiség volt a Kastner. Nagyon megosztó volt. He was a very dividing personality. És a mai napig, akiknek megmentette a rokonait, azok tisztelik. Up until today, the people whose relatives he has saved, they really appreciate him and look up to him. Akiknek pedig nem, azok gyűlölik tulajdonképpen. And for those whose relatives' lives he didn't save, they hate him. So he's a very dividing person. Mert ez volt a legnagyobb tragédia a holokausztban. This was the biggest tragedy in the Holocaust. Volt, akit meg lehetett menteni. That there were people who could be saved, and there were people who could not be saved. And that was the biggest tragedy of the Holocaust. De a többséget meg nem lehetett megmenteni. But the majority could not be saved. Thank you, Dora. Thank you. Thank you, Dora. Thank you, Tibor. We have another question here in the chat. It was asking how many Jews live in Hungary now? And to ask in a second part, the synagogue that has been reconsecrated, is it used daily? I'm not sure if perhaps the rabbi would like to speak or... Yes. Yes. Hi. Thank you for the question. I think, you know, it's very hard to say exactly number, but we can say that almost 100,000 Jews are living in Hungary, in whole Hungary, because the Holocaust, because the deportation, most of them are living in Budapest. So this number, what I mentioned, it's they are living in Budapest, but it's the same like everywhere. So these Jews are not they're not coming everyone to the synagogue. Not everyone has a connection with the Jewish life, the daily Jewish life.
And the second part of the question is, we have 12, 13 synagogues, functioning synagogues, a daily minyan, we are praying. So it's a rambling Jewish life in Hungary now. Wonderful, thank you so much. We have a question from Stefan here. The guide spoke about the first mass killings of the Holocaust were for Hungarian Jews in 1941. He says, not sure if he understands that the Holocaust in Hungary was only from the German occupation in 1944. I was wondering if we could get some clarification on that. I'm not sure if one of the others are going to answer, Tibor or Rabbi. If not, I can also help with that, because this is the Holocaust by bullets, and that is the Ukrainian part. So I'm not sure if you, one of you want to take it. Tibor. Okay, thank you, Tamas. Okay. My short answer is, the Holocaust began with the avoidance of Hitler's power, and for Hungarian Jews with anti-Semitic laws from 1938. The German occupation accelerated this process because it became a fully cooperating government, Hungarian government. But the Holocaust is starting in Hungary in 1938, but after German occupation is a faster program. Wonderful, thank you so much. Maybe I'll just add, if you don't mind, Tibor, as a historian. Stephen, it's a really good question. And as Tibor explained, you have anti-Semitic laws, you have forced labor in Hungary, but there are movement of territory between Hungary and other parts of the Axis powers. And there is also deportation of Jews that are not Hungarian citizens because of all these movements. And as you know, the Holocaust, one of the first stages was what Father Dubois coined as the Holocaust by bullets, and which is now commemorated, the 80th anniversary or 80th commemoration of the invasion of the Soviet Union on the 22nd of June, 1941. And with it, conquering of many territories in the East, including Eastern Poland, but of course Ukraine, Belarus, and so on. And one of the first massacres of Hungarian Jews, it's actually one of the first massacres of the Holocaust by bullets, was the one that was discussed by Tibor of those over 20,000, actually Hungarian Jews, that were killed in what is a Ukrainian territory now regarded. And again, very, very complicated, but these are the first victims, and they are Hungarian Jews. Thank you so much. I can add some information, if you don't mind, about this. If it's okay. Please do. Yes, please. Yeah, just maybe just to make it a bit more clear that, just to go back to the history, probably you know that Hungary lost lots of territories after the First World War, about 70% of the territories. And actually this was one important reason why Hungary joined the German Nazi alliance during the Second World War, that Hitler promised to the Hungarian political leaders that they will help to get back some of those lost territories. And it happened from 1938 that few territories were re-annexed to Hungary. And those Jewish people who lived there, before they were Hungarians, before losing these territories, they did not get back automatically the Hungarian citizenship. And then the Hungarian authorities basically ordered that all those
people who did not have official citizenships in Hungary were taken to those Ukrainian territories. So basically these people were the first victims, and the official reason why they were taken to Ukraine was that they were not Hungarians, but basically it was clear that the government just wanted to get rid of those Jewish people. Thank you so much. I appreciate that. It's incredibly fascinating. We're getting so many just wonderful commendations about the brilliant tour. And obviously, so I think maybe just for one or two more questions, if anyone has any last questions, please write them in the chat before we close up. But we do have a question about Hana Senesh. Is Hana Senesh, is she remembered in Budapest, in Hungary? There is a small square in Budapest, which was named after her a few years ago. And of course, when this square was named as Hana Senesh, there was a memorial celebration as well. And also probably, you know, the Dohány, the Grand Synagogue in the Jewish Quarter, which is the second largest one in the world. So also inside, next to the cemetery with the mass graves, with the victims of the ghetto time, there is a small memorial plaque. And I often take tourists there. I do tours in the synagogue and in those courtyards. And all the Israeli people from Israel, they know about her. And they are really happy to discover this memorial plaque. But my experience, because I also work with the Hungarian students, that most of the Hungarians never ever heard about her, unfortunately. Fascinating. That's such an interesting story. What would you say is the most commonly asked questions when you take these tours with Hungarian students? Are they clued into the Holocaust? Are they aware of it, working through the city of Budapest? Is it something they relate to, seeing these beautiful memorials all over the city? Do you find that, or do you find that they don't really have much knowledge of it? I mean, I guess on the panel. Yeah, sorry. They know about it, but unfortunately, the knowledge is not that deep. And I think it has different reasons. In my opinion, and we can ask also Tibor, unfortunately, this part during the historical education in the elementary and in the secondary schools, it's a really short part in the history book as well. Probably it's not enough time. So I think if we compare it, for example, how I know about the Holocaust education in Germany is completely different in Hungary. So also I think they don't really get the psychological part of it, because it's just simply not enough time during the school lessons. So that's my experience, that the Holocaust education in Hungary, I think, needs a bit like a development, something like this, I would say. Okay, wonderful. And I'm sure everyone at March of the Living Hungary is doing incredible work in that regard. And obviously the work you're doing is... Pardon, I have a... Please. Okay, the Holocaust, the topic of Holocaust is part of the Hungarian curriculum. There is also a lot of teacher training, but the teachers, many teachers fear from this topic. And however, education is important by the Holocaust Memorial Center and the March of the Living and other association, of course. Thank you. Good to know. Yeah, like, please. It's also what you will feel the same, that the Ledor Vador, the generation to generation, is depend of the families. So those families who would like to give
some knowledge to the next generation, or to give them something about what's happened. They are coming and they are listening. They are very open, but we have many, many that it's the opposite. Really? Why do you think that is? For me? Why do you think that is? Why do you think it's so close? It's because it's the people, the human, it's the Hungarian people. We have different people. Mm-hmm. We have many, many that it's important to learn, to teach the their children what's happened, because that's giving something that it will be a future. But we have many, many that's not feeling the same. Of course. I think we should have just one more question, and then we will be, just before we end this webinar, we just want to know, can you talk to us about, I don't know who wants to bring this up, maybe if each of our wonderful panelists could maybe just say one thing about March of the Living Hungary and knowledge about the Holocaust in Hungary, if maybe everyone would like to just give a closing line about that to our audience. Not sure who would like to begin. Dori? Yeah, March of the Living Hungary is a civil society organization that focuses on Holocaust education just for the purposes that we mentioned previously, that in schools they have, they don't really have that much time on broadening the knowledge about the Holocaust. So our main target audience is high school students, and we bring them every year to Poland, to Auschwitz-Birkenau, to the International March of the Living, where we gather from 55 countries, and we teach them about the Holocaust that way. And we also have a lot of exhibits and programs for high school students in Hungary. We have a wagon exhibit that is a cattle wagon that was actually used for deportations, that is stationed in a railway museum right now, but it's also a traveling exhibit. So we take it to outside of Budapest, take it to other cities, and it's stationed there for a week. And we have school kids go and visit the exhibit. So we have a lot of different programs to teach about the Holocaust. And we try to do peer guiding, which gives them, which kind of empowers them to talk about it more freely. And it also helps the other students understand it better, we believe. So we work a lot of, we have a lot of programs aimed at high school students and try to expand the curriculum. Wonderful. Thank you so much. And the work you guys do is extraordinary. And we, again, all will be able to join all of you soon in Budapest. Oh, that would be amazing. We do hope that our next March of Living will all be together again. And we are coming to the end of our session. So I just wanted to thank everyone here for joining us tonight for this wonderful webinar. It has been such an honor to see this incredible film and to be able to really visit these sites and to hear from all of you. We will be showing a clean version of the film to everyone who joined us tonight. You will be emailed and you will get that film. You'll be seeing that. And we hope that you will engage further with us and we will have many more of these to come. I'd like to let you all know about our event tomorrow night. We will be having the Holocaust Center. We'll be talking about, I seem to be losing connection. We will be having an event tomorrow night on what can history teach us about ourselves today. And the link for this event should be in the chat down below. We also would really appreciate your feedback. So if you would be so kind as to fill in our feedback forms. And so on behalf of the Johannesburg Holocaust and Genocide Center and the March of the Living Hungary, thank you so much. And we hope you have a wonderful evening further. Thank you. Thank you.
Thank you very much to the whole team from Hungary. We loved having you here with us in South Africa. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, guys.